Sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntel titeket ebben a mai videóban. Visszatértem egy újabb videóval, ebben nem más fogunk csinálni srácok, mint egy igazi időutazáson fogunk részt venni. Van srácok, elmegyünk Kecskemétre a Katona József gimnáziumba, és azon be is a robotikás srácokat megnézzük, hogy miket csinálok, hiszen srácok úgy hallottam, hogy nagyon-nagyon ügyesek azok a gyermekek ott, ezért utána járunk, hogy miben mesterkednek. A videónak a témája nem más, mint a hős hatos nevű sorozat, ami képzétek el, hogy a Disney Channel fog indulni október 15-én hétfőn. És a legvizesebb ebben azt látok, hogy 15-én lesz, és 15 órakor fog kezdődni a nagyon menő sorozat, és kapcsoljatok oda mindannyian, hogy ti is részt vegyetek ebben a nagy kalandban, én is ott leszek ám, srácok. Különben srácok, ebben a videóban 3-4 darab robotot fogunk bemutatni, amit mindent a gyerekek készítették a Katona József gimnáziumban, nagyon-nagyon ügyesek és elképesztően jól megcsinálták a robotokat. Van olyan, amit például kipróbáltunk a folyosón, tud lépkedni, tud ugye, a karját mozgatni, van olyan, ami Legóból készült teljesen, van olyan, amit egy távirányítóval kell irányítani, és srácok, a legdurvább nem más, mint hogy nem csak egyet építettek, hanem építettek kisebb gyerekek is, nagyobb gyerekek is, és még 3D nyomtatásos, úgymond BMX figurák is vannak. Csináltam mindegyikről felvételeket, amiket most megmutatok majd nektek, vagy már megmutattam, vagy most jelenleg is azt mutatom, még nem tudom azt, hogy hogy fogom pontosan megcsinálni, és az a lényeg ennek az egésznek, srácok, hogy van egy olyan, ami egy daru, és képzeljétek el, egy kattintással a számítógépen kattint egyet a srác, és a Lego daru rárakja a 3D nyomtatott BMX-nek a tetejét az aljára, szóval ez is teljesen automatikus. Ezen kívül volt olyan, amit még kisebb gyerekek építettek, hogy egy másik BMX figura, ami ugyanúgy robot és Legóból készül, ami így rácsap az asztalra, az, hogy most már elegem van belőle, ilyen nagyon-nagyon viccesen rácsap az asztal, amikor egyet kattintunk a géppel. Szóval srácok, az is nagyon-nagyon szép, és tényleg innen is gratulálni szeretnék a gyerekeknek, akik készítették ezeket, hiszen nagyon ügyesek. Egy játék is srácok, amit ugyanúgy a gyerekek csináltak, a nyilakkal kell lépkedni, és hogyha jól tudom, 3 vagy 2 stage-et teljesítünk, azaz 3 pályán át átmegyünk, le tudjuk győzni a többieket, akkor meg tudjuk nyerni a játékot, és erről van egy kis videóm is, hogy hogyan készül, mennyi parancs kell azzal ahhoz, hogy egy egész játékot létre tudjunk hozni, szerintem nagyon-nagyon érdekes volt. A srácok, lényegében ez a kis videó ennyi lenne, én remélem azt, hogy nagyon-nagyon élveztétek. Egy elképesztően király kalandba vettem részt tegnap, tök jó, hogy ezt is megismertem, hogy hogy kell robotokat programozni, és hogy kell Legóból építeni ilyen nagyon menő robotokat. A történet az ugyanat fog folytatódni, az előzőnek ugye vége lett, a város marad San Francisco, ellenben nagyon-nagyon sok szereplő lesz, például új gonoszok, mint Baron von Steamer, Globi, Ned Ladd, stb. És hát Hirónak és barátainak, például Frednek, Wasabinak ellenük kell harcolniuk az egész sorozatban, szóval nagyon izgalmas lesz. Mindannyian legyetek ott a Disney Channel október 15-én 15 órától, hiszen mint tudjátok, Hiro és Baymax visszatér újabb kalandokkal. Köszönöm szépen a figyelmet, a következő videóban találkozunk, legyetek jók, sziasztok, sajtok! Baymax ismertető jegyeinek beolvasása. Sikeresen programozva, ökölpacsira, szupererőre, ölelésekre és bugizásra. A robot? Komolyan. De a lopakodó üzemmódot még gyakorolnia kell. Hős 6-os. Új sorozat október 15-én hétfőn a Disney csatornán.